Május végéig elszállítják a legveszélyesebb anyagokat Budapesti Vegyi Művek Zrt. Illatos úti telephelyéről, jelentette ki a Pest megyei kormány megbízott. Tarnai Rihárd azt mondta, a veszélyes vegyszereket a dorogi égetőműbe viszik, ahol azokat megsemmisítik. A hordókat folyamatosan szállítják majd el a 9. kerületi területről. Lerobbant gyárépület és veszélyes anyagokkal teli hordók a Budapesti Vegyi Művek Zrt. Telephelyén. A helyi lakosok és politikusok is tiltakoztak az ellen, hogy vegyi hulladékot tárolnak immár évek óta az Illatos úton. A mérgező anyagokkal teli hordók elszállítását csütörtök este elkezdték, de a hétvégére leálltak vele. Az Együtt önkormányzati képviselője szerint elfogadhatatlan, hogy több mint 2000 tonna veszélyes hulladék akár hónapokat vagy éveket állhat még a 9. kerületben. Szeretnénk látni egy pontos ütemtervet ezeknek az anyagoknak az elszállításáról, pontosan milyen anyagokat, meddig és milyen körülmények között szállítanak el, és ami sokkal fontosabb, hogy mit óhajtanak itt hagyni, és azokat milyen mennyiségben és milyen körülmények között hagyják itt. A Pest megyei kormány megbízott szerint május végéig szállítják el az Illatos úti telephelyről a legveszélyesebb 170 tonnányi hordót. Tarnai Rihárd hozzátette, a fennmaradó több mint 2500 tonna illegálisan elhelyezett hulladék elvitelére közbeszerzési pályázatot írnak ki. Mi pedig a hatóság, a kormányhivatalnak a főosztálya, illetékes környezetvédelmi főosztálya azért felel, hogy egyfelől a határozat megszülessen, ez megtörtént múlt csütörtökön, másrészt ellenőrizzük, hogy valóban a munka végrehajtása zajlik-e, harmadrészt pedig kikényszerítsük, ha erre szükség van, hogy május végéig, május 31-ig a 991 legnagyobb veszélyt jelentő hordó innen elszállításra kerüljön. A miniszterelnökséget vezető miniszter múlt héten a vegyi anyagok elszállításának költségét 1,1 milliárd forintra becsülte. Lázár János azt mondta, az összeget a Nemzetgazdasági Minisztériumnak kell megelőlegezni.